Jó napot kívánok, kedves nézőink! Itt a Hello Szombat. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Én Tápai Dóra vagyok, ennek a műsornak a háziasszonya. Az adventi programajánlónk következik a következő adásban, hiszen benne vagyunk most már itt az ünnepi előkészületnek a hangulatában, és számtalan nagyon jó és nagyon érdekes koncerten és programmal kedveskednénk Önöknek. Lássuk! Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Mihail Márkot. Szervusz, Márk! És az apropó, amiért itt vagy most nálunk a Hello Szombat stúdióban, hogy egy gyönyörű szép eredménnyel kiemelt Nivódíjjal büszkélkedhetsz, a 6. nemzetközi Bartók Béla zongora versenyen nyertél a múlt hétvégén, és hát ez egy olyan szép és egy annyira kiváló eredmény, hogy így gödöllőjek, miután lehetünk büszkék rád, így zeneiskolai tanárként én jó magam is, meg a felkészítő tanárod, és azt hiszem, hát nekünk nagy örömet okoztál ezzel az eredménnyel. És hát az első, amit így legfőképpen így bennem felvetődik, hogy te, neked ez milyen élmény volt, tehát hogy élted meg te ezt a versenyt, és hogyan, hova sorolod, tehát milyen módon módosította esetleg a jövőbeli terveidet, hogyan élted meg ezt a sikert? Hát először is nagyon köszönöm. Igazából úgy indultunk neki ennek a versenynek, hogy ez egy ilyen élvezetes, hogy jól fogjuk érezni magunkat, és nem nagyon gondoljuk túl, hogy a verseny részét inkább csak arra koncentráljak, hogy végre előadhatok egy darabot, amin hónapokon át dolgoztam. És szerintem... Ugye, mi volt ez a darab? Ezt azért, mi volt a műsorod? Hát először Bartók román népi táncokból játszottam néhány tételt, de a fő csapás volt a Debussy-nek a Boldog szigete, ami számomra egy nagyon nagy előrelépés volt. Még sose játszottam szerintem ilyen volumenű, ilyen nehézségű darabot. És nagyon örültem, hogy eljátszhattam, és úgy érzem, hogy ez a verseny is sokat dobott rajta, és sokat fejlődtem miatta. Úgyhogy igen. Mennyi időt készültél erre a versenyre egyébként, mikor kezdted ennek a felkészülési szakaszába? Hát a darabokkal már úgy komfortos voltam, úgy néhány hónappal ezelőtt, de úgy igazán komolyan igazából a tanév kezdete óta, tehát szeptember óta így egy-két hónapja vettem hozzá rendesen. Igen, de például a román népi táncokat már korábban is, például a kórusutakon, meg ilyeneken, amikor külföldön voltunk, akkor játszottam közönség előtt, úgyhogy ez már jobban a kezembe volt, ismertem már régebb óta. Igen, ugye a Török Ignác gimnázium kórusát erősíti Márk, és ennek a zongora kísérője és énekese is mindenféle formációban, és hát már többször hallottuk a Bartók Kőrömán népi táncokat kiváló előadásban. De hát az a Boldog sziget, ugye erről majd meg is kérdezzük majd a Judit nénét is, hogy hogyan ítéli meg ő ezt, ennek a műnek a nehézségi fokát és egyáltalán technikailag. De neked ez a részvétel a versenyen, tehát hogy milyen volt az az élmény, amikor például ezt a kiemelt nívódíjat, tehát meghallott, tehát, hogy te voltál itt ebben a mezőnyben a legjobb. Eleve milyen volt a mezőny? Gondolom, ha másokat is meghallgattál. Hát volt szerencsém a délutáni az én részemnek, ahol én játszottam abban a sorban a többieket végighallgatni, és igazából nem tudtam így megmondani előtte, hogy én hogyan szerepeltem. Persze jól éreztem magam játszás közben, de nem tudtam megmondani, hogy ez a mezőny ez hozzám viszonyítva milyen, de szerintem voltak nagyon jók is, például az a másik lány, akivel együtt kaptam ezt a kiemelt nívódíjat. Tehát ő is olyan volt, hogy meghallgattad, és akkor te úgy gondoltad. Úgy gondoltam, hogy ő elviszi az ő egészet. Elviszi, igen. Mindent, igen. Nem gondoltam, hogy én igaz így belülről, miközben játszom, nem nagyon tudom megmondani feltétlen, de jól éreztem magam, és ez volt a lényeg. És ez az élmény, amikor a te nevedet mondják így a kiemelt nívódíján, milyen volt ez? Hát reggel? Nagyon meglepődtem, az biztos. Egyáltalán nem számítottunk rá, és igazából a legnagyobb meglepetés az volt, hogy ugye másnap rögtön kellett játszani a gála koncerten, és én úgy terveztem, hogy a verseny után én megyek hozzá kirándulásra. Az élet átírta a programot. De végül is megértem, mert a gála koncert az a fellépés, az szerintem a legjobb volt eddig. Igen, tehát hogy az még rárakott egy lapát. Az még rárakott egy lapáttal. No, hát mióta zongorázol egyébként, hány éve? Hát már lassan ez a 12. év. Uh-huh. Nagyrészt ugye alapfokú művészeti suliban, először Azódon, utána Gödöllőn. Uh-huh. És milyen terveid vannak? Tehát, hogy merre
Komolyan gondolod ezt a zongorista pályát? Vagy hát most már szépen lassan, igen, egy pár hónapja azért már elköteleződtem, hogy valószínűleg zenei pálya lesz, úgyhogy most a konziba jelentkezünk, és megyünk felvételikre, arra készülök. Utána pedig ki tudja, remélhetőleg ez a 2 éves az érettségi utáni képzés, ez nagyon jó lesz, és utána esetleg ilyen zeneszerzői, igen, valószínűleg inkább ez a zeneszerzői munka, ez mostanában nagyon elkezdett érdekelni, és a filmzenei pálya, az nagyon megtetszett, és szívesen foglalkoznék azzal is. Nagyon jó. Hát akkor reméljük, hogy még sokszor fogunk itt találkozni veled, és a jövőben még szép sikerekről fogunk hallani. Úgyhogy hát még egyszer gratulálunk, és ettől arra felé már a kedves tanárnőre koncentrálnék, hogy hogyan értékeli ő ezt a versenyt. Úgyhogy Horváth Juditot köszöntünk itt a stúdióban, felkészítő tanára Márknak, ugye a Frederik Chopin Művészeti Alapfokú Iskolának a zongora tanszakát is vezetted, és egyébként régóta kollégák vagyunk, hogy itt a zeneiskolában, és hát ez egy óriási eredmény. Hogy látod te, hogy hogyan alakult ez, milyen volt ez a mezőny, hogy értékeled te ezt a versenyt? Hát mindenképpen egy nagyszerű tapasztalás volt, és tényleg így volt, ahogyan Márk elmondta, hogy valójában nem a versengés volt a cél. Ő márciusban 11 év után vagy 12 év után fog egy művészeti záróvizsgát tenni, ami egy önálló koncertet jelent, és az volt a szempont, hogy minél több fórumon tudja eljátszani ezeket a darabokat, és többek között ez a Bartók nemzetközi verseny is egy ilyen fórum volt, mert hogy van a kezében éppen egy Bartók román népi táncok, van egyéb más is, ami a versenyre is releváns volt, illetve azt gondoltam, hogy egy óbudai társaskörben egy nagyszerű zongorán egy számára kedves darabot, vagy két kedves darabot eljátszani, az egy nagyszerű dolog lesz. Mellesleg egy kicsit versenyzünk. De én nagyon tudatosan mondtam is neki, hogy próbálom levenni ezt a terhet róla, hogy ne legyen ez nyomás rajta, mert nem a versengés a cél, hanem örüljön neki, hogy azt a nótát, amit nagyon szeret, azt eljátszhatja más előtt is. Az már csak hab volt a tortán, hogy élete azt hiszem talán második versenyére sikerült úgy elvinni, hogy rögtön a nagy díjjal jött haza. Én végighallgattam a mezőnyt, azért ott voltak tényleg nagyon mívesen, jó technikával és nagyon szép zeneiséggel zongorázó versenyzők, úgyhogy nem volt egyértelmű számomra is sem, hogy ő a mezőnyben hol helyezkedik el, és nagyon tudatosan nem is néztem meg, hogy ki milyen darabot játszik, honnan jön, és milyen kaliberű zongorista, de azért, amikor eljátszott a műsorát, akkor én titkon csak reménykedtem, hogy azért valahogy csak a labdába tudunk rúgni. Mi is erre én sem számítottam, de nagyon-nagyon örültem, és az különösen jó volt, hogy egy ilyen versenyen, egy ilyen nemzetközi versenyen a zongoristák, hogy mondjam, ez egy nagyon komoly szakmai fórum is egyben, a különböző városoknak, zenei egyetemének professzorai ott voltak a zsűriben, és hát a nagy díj az azt jelentette, hogy minden zsűritagtól maximális pontszámot kapott. Az nyilván azért ez egy pozitív visszajelzés hát volt a számunkra, és nagyon büszke voltam rá. Ez egy hatalmas eredmény. Így mondtad ugye, hogy a szakmaiság ennek a versenynek az kiemelkedő ebben, hogy a zsűritagok ugye így a szakmának a krémje, vagy a színejava. Milyen visszajelzéseket kaptál? Gondolom utána azért csak, hogy megkerestek ott a kollégák, és akkor valamit referáltak a darabra, Márkra, vagy tehát, hogy milyen visszajelzéseket kaptál? Hát igen, ez nagyon pozitív volt minden szempontból, tehát nem csak a zongorista kollégák és felkészítő tanárok kerestek meg engem is, és aztán láttam, hogy Márkot is többen és elismerőleg nyilatkoztak, de az számomra elképesztő volt, amikor a szegedi professzorhoz odavonszoltam Márkot így félkézzel, hogy gyerek, kérjünk tőle néhány instrukciót, vagy egyáltalán a benyomását hadd mondja el nekünk, és azt mondta, hogy hát ő ehhez se hozzátenni, se elvenni nem akar, ez úgy jó volt, ahogy elhangzott. Úgyhogy mondta, hogy menjen Szegedre. Hát ez remek. Hát nagyon örülünk, hogy itt voltatok nálunk, itt a stúdióban, és kedves gödöllői nézők is értesülhetnek arról, hogy ilyen fantasztikus szakmai munka folyik itt a mi zeneiskolánkban, és ilyen tehetségeink vannak, mint Mihail Márk, reméljük még hallunk róla. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük.
Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Vajda Gyöngyvért, a Gödöllő Táncszínház művészeti vezetőjét. Szervusz, Gyöngyvér! Szervusz, Dóri! És egy fantasztikus előadásra készültök. 18-án kettő is lesz a Múzában, a János Vitéz. Ha jól hallottam, akkor már csak a második előadásra lehet kapni jegyeket. Ugye a kedves nézőknek mondom, hogy akinek felvetődik az ötlet, akkor itt van a lehetőség, a második előadásra még lehet venni jegyeket. Mikor lesznek ezek az előadások, és egyáltalában mindent is mesél nekünk a János Vitézről? Hát a János Vitéz az nagyon szorosan hozzákapcsolódik a Gödöllő Táncszínház életéhez, mert szinte alapításunktól kezdve az egyik első darabunk, és azóta játsszuk. Még akkor Lénárd Gábor és Hajdú Zsuzsanna koreográfiájával készült. Nyilván ezek a koreográfiák valamilyen szinten megmaradtak, de átalakultak. Azok a szereplők, akik akkor icike-piciként szerepeltek benne, idővel főszerepeket táncoltak, sőt, most már mint koreográfus, mint asszisztens vesznek benne részt, tehát már nem a színpadon, hanem a háttérmunkákban. Egyébként igen, 18-án lesz az előadás, 2-kor, 14 órakor és 16 órakor, a 16 órási előadásra van még jegy, és nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket, már csak azért is, mert az előadáson belül a cimbali zenéje elég sokszor felhangzik, és mint tudjuk, a cimbalibennek elég szoros gödöllői kötődése van. Úgyhogy nagyon örülünk nekik, évek óta ezzel dolgozunk, ezzel a zenei anyaggal és ezzel a darabbal, mindig teltházas előadásokkal. Fantasztikus. És most mondtam, ugye említetted, hogy a 2 órás az már tele van. Ilyenkor hogy készültök? Tehát az iskolák, gondolom az a gödöllői iskolák, akikor reprezentálják magukat. Ugye hát igen, igen, az a tapasztalat, ugye hát a János Vitéz az ilyen szempontból hálás, mivel kötelező tananyag az 5. évfolyamon, úgyhogy így szerencsére, hála Istennek, a tanárok kapnak ezen a lehetőségen, és egyébként nem csak táncban jelenik meg a történet, hanem magából a műből, a Petőfi műből is vannak részletek, felhangzik belőle bizonyos részletek, így segítik a történet vonulatát. És így van, az iskolások javarészt ők foglalják el a nézőteret, de hát nagyon nagy szeretettel várjuk a kisebb gyermekeket is, és nem kell félni, mert jöhetnek ovisok, nem lesz benne olyan jelenet, hogy sírva fakadna a gyermek a nézőtéren, mert azért a zene, meg szerintem a szereplőknek a kedvessége azért ezt tompítani fogja azokat a jeleneteket, amikor mondjuk ok lehetne egy kis félelemre. És ugye említetted, hogy a cimbali zenéje, tehát ezt egyébként nektek írta, tehát hogy kifejezetten a táncszínháznak készült, vagy egy összerakottát erre az előadásra? Nem, egyáltalán nem. Ez egyébként megint csak mondhatnám, hogy Lénárd Gábornak köszönhető. Annak idején, amikor az egész előadásnak az ötlete felmerült, akkor a Gábor kereste a zenei anyagokat, és ő talált a cimbali band zenéi között olyat, ami segíti a mi történetünknek a haladását, vagy bemutatását. És egyébként ugye a Gödöllő Táncszínház, ugye tudjuk, hogy minden művészeti csoportnak azért egy kicsit nehéz volt így a Covid utáni újraéledés, és hogy azért így mindenkiből kicsit kevesebbet látunk, mint amit régebben megszoktunk, vagy ahogy szokott elmúlni az idő, hogy most úgy jobban előtérbe kerülnek újra a művészeti csoportok, hogy nálatok mi újság van így a portálon? Hát, mire készültök? Minket is nagyon, nagyon megviselt, és most új próbálkozásaink vannak, mivel a tánc az egy olyan műfaj, amikor nagyon nehéz megtölteni egy egész színháztermet, főleg a modern kortárs darabokkal, és azért a táncszínházunknak ez igazán a szívügye. Úgyhogy most ilyen stúdió darabokkal próbálkozunk, volt a Stabat Mater bemutatója októberben a Vivaldi zenére, illetve volt egy Petőfi estünk a felhőciklusokból válogatva verseket, és arra volt egy kis előadásunk, ebből már 2 is volt, és egészen szeretik a nézők. Ugye itt körülbelül ilyen 50-60 fő néz, 60 fő fér be a stúdió előadásokra, és tavasszal újból be lesz húsvétkor mutatva a Stabat Mater, és készülünk gyerekeknek is ilyen stúdió darabokkal, ami ilyen interaktív előadásként van a fejünkben, mint gondolat, hogy talán úgy fog megvalósulni, de még keressük azt, hogy sok ötlet közül melyik fog megvalósulni.
Nagyon jó. Hát várjuk a megvalósult ötleteket, és akkor a János Vitéz a következő megálló, úgyhogy kedves nézőknek is mondom, hétfő, 2 óra és 4 óra, és a 4 órás előadása még vannak jegyek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ezekkel a hírekkel, és sok sikert kívánunk. Igen, én is mindenkinek áldott ünnepeket kívánok. Kertészeti ajánlópercek következnek. Köszöntöm a kedves nézőket, Mihalik Zoltán vagyok, a Pálmaház Kertészet és Herbáriumnak az ügyvezetője. Lassan közeledik a karácsony, már egy ideje várjuk, és egy hosszas adventi időszak végén jön majd el a Szenteste jövő hét vasárnap. Nálunk itt a Pálmaház Kertészetben, ahogy az elmúlt hetekben a kollégáim már több adásban beszéltek róla, vágott fenyők, illetve földlabdás élő fenyők is megtalálhatóak a választékunkban, de emellett nagyon fontos, hogy aki hosszabb távra szeretne vásárolni tartós fenyőt, azok műfenyők közül is válogathatnak. Ezek különböző méretben elérhetőek a piacon, így nálunk is színben, méretben, alakban vannak eltérések. Léteznek már olyanok is, amik tulajdonképpen csak egy fél fenyők, amik oda lehet állítani a fal mellé, vagy akár a sarokba. Ezek tartósak, el lehet rakni őket, és minden évben újra elővenni és kidekorálni. Itt a Pálmaház karácsony közel 2 hónapos rendezvénysorozata keretein belül ezekhez a fenyőkhöz kiegészítőket, díszeket, gömböket és különböző lakásdekorációs termékeket is megtalálnak nálunk. Közeledve a karácsonyhoz, most, hogy már talán mindenki elkészítette az adventi koszorúját, ilyenkor előtérbe kerül, hogy milyen díszeket, milyen dekorációs elemeket teszünk a karácsonyfánkra majd szentestekor. Még az utolsó darabokat be lehet szerezni ilyenkor, ha esetleg díszítéskor eltörik egy-egy dísz, és pótolni kell. Mi a két ünnep között december 27-e, illetve 30-a között is nyitva leszünk, és széles választékkal várjuk a kedves vásárlóinkat. Ha pedig készülődünk a karácsonyi vacsorára, illetve a karácsonyi ünnepekre, akkor a herbárium kézműves választékával várjuk a kedves érdeklődőket, finom teákkal, fűszerekkel, a karácsonyi ebédhez fűszerkeverékekkel, különböző olajokkal, ecetekkel, illetve egyéb kozmetikai termékekkel várjuk a kedves látogatókat. Egy-egy ajándékötlet még, hogyha valakinek eszébe jut, akkor szívesen segítünk ennek a beszerzésében. És visszatérve a karácsonyfákra, nem csak vágott fenyők, hanem ahogy említettem az elején, élő konténeres, illetve földlabdás fenyőket is használhatunk karácsonyfának. Hogyha emellett tesszük le a voksunkat, akkor arra figyelni kell, hogy amikor bevisszük a lakásban az élő fenyőt, akkor ne egyből a kinti nulla, esetleg mínusz hőmérsékletről vigyük be a 20 fokos lakásba, hanem fokozatosan próbáljuk meg úgymond bedepózni, bezsilipelni ezt a fát. Először egy garázsba vagy egy verandára egy ilyen 5-10 fok körüli hőmérsékletre próbáljuk meg 1-2 napra elhelyezni, és utána kerüljön csak be a lakásba, ahol már 24-én föl lehet díszíteni, és azt szoktuk javasolni, hogy az élő fenyőket, azokat maximum 1 hétig tartsuk bent szobahőmérsékleten a lakásba, és utána a kizsilipelés tulajdonképpen ugyanilyen módon történjen meg. Először 1-2 napra rakjuk egy ilyen 5-10 fokos hőmérsékletű helységbe, és utána kerülhet ki már a szabad levegőre. Amennyiben át van fagyva még a talaj januárban, akkor nyugodtan maradhat ez a fenyő konténerben, és amikor kiengedett már februárban, akkor el lehet ültetni, de hogyha nincsen olyan nagy mínusz, ennek tartósan 1-2 hétig mínusz 10-15 foknak kell lenni ahhoz, hogy teljesen átfagyjon a talajnak a felső rétege, hogyha ez nem történik meg januárban, akkor akár akkor is el lehet ültetni, hogy biztonsággal megeredjen, és karácsony után már a kertünket díszítse ez a fenyő tavasztól. Úgyhogy ezekkel várjuk a kedves érdeklődőket itt a Pálmaház Kertészet és Herbáriumban, a Királyi Kastélynek a Pálmaházában. Nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Jövőre egy új kertészeti szezonnal fogjuk várni a kedves kertbarátokat.
Nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban Gödöllői óvoda igazgatónőjét, dr. Papné Pintér Csillát és Gordos Évát, aki a Gödöllői Szimfonikus Zenekar képviseletében van itt nálunk jelen, és egy közös projektre készültök, ugye, aminek már több voltak már állomásai, és még lesznek is, és nem másra ez, mint a Holle Anyó című Grimm mese, ami egy fúvos ötös kíséretében fog megjelenni az óvodások előtt. Ugye, hogy most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez kinézni, de most először is Csilla, téged kérdeznélek, hogy ugye te, aki a több óvoda fölött is regnálsz, és egyébként is zenét, te is aktívan énekelsz, és szereted a zenét, mindig lehet téged koncerteken is látni, és a Gödöllői Szimfonikus Zenekari Alapítványnak a kuratóriumában is tevékenykedsz, hogy ez, hogy született ez az előadásnak, hogy született meg az ötlete, és egyáltalában mennyi gyerek fogja ezt látni, és hogy itt Gödöllőn ez milyen fajsúlya lesz jelen az óvodáknak az életében? Hát, hogy született meg, először is, hát mese nélkül, ahogy tudjuk, nincs értelme, hogy éljünk, de hát a mesét nem csak olvasni, és nem csak hallgatni kell, hanem ha zenével van ez megfűszerezve, akkor igazából különösen nagy élmény ez a gyerekek számára. Ezért aztán kitaláltuk a szimfonikusokkal, hogy jó lenne egy közös projekt, már nem az első, hiszen Éviék már voltak nálunk nem egyszer a mesékházában, a Fenyőligetben, karácsonyi koncertet adtak, vagy az udvari pavilonban játszottak nekünk, de ott nem konkrét mesét, most viszont arra gondoltunk, hogy egy mesefeldolgozás igazából nagy élmény lenne. A Holle Anyó különösen aktuális itt télen, és nagyon érdekes, hogy az első előadáson a Palotakertben lehullott az első hó, amikor megszólaltak az első hangok. Igazán szóval nagy élmény volt, úgyhogy mintha mi találtuk volna ki. A díszletet adta pontosan, tehát tényleg nagy élmény volt a gyermekek számára. És nem csak a Palotakert tagovodában, mert ott már túl vagyunk rajt. Most december folyamán még a Mesékházába és a Fenyőliget óvodába is ellátogat ez a fúvós csapat, és megmutatja nekünk, és megszólaltatja a hangokat, megszólaltatja a hangszereket, mert hogy egyben ez hangszer simogatás is, és természetesen alatta pedig a mesetörténet ez zajlik és folyik. Fantasztikus. És akkor gondolok, van egy mesélő, és akkor folyik a hozzá a zene. Hát hány gyerek részesül ebbe az élménybe körülbelül? Gondolok, akkor több száz gyerek fogja ezt meghallgatni. Igen, az a nagyon nagy előnye, hogy nem kell elmennünk, hanem a zenészek oda jönnek a tagintézményekbe. Berendezzük a termet olyan ideálisan, hogy a gyermekek kényelmesen el tudjanak helyezkedni. Ott vannak a zenészek. Sőt, úgy képzeld el, hogy én is viszek egy hangszert, és nagyon kevesen találják ki, hogy mi lehet az a hangszer. Hát a rokka, amit közben járatunk, és annak is meghallgatjuk a hangját, hiszen a történethez ez is hozzátartozik. Merem remélni, hogy így a Gödöllői óvoda valamennyi tagovodása részesül ebben az élményben, tehát 800-900 gyermek remélem, hogy meg fogja hallgatni, és ezben kihasználom a lehetőséget, hogy felajánljam Gödöllő többi óvodájának is, az egyház és a magánavodáknak, illetve a környékben, mert ez a csapat boldogan elmenne velem együtt, mennénk együtt, és előadnánk ezt a csodálatos mesét. Hát igen, ez egy nagy lehetőség, úgy gondolom, hogy ez a házhoz megy a mese, meg házhoz megy a zene, mert hát ugye összefelkerekedni a gyerekekkel muzáig, az azért nem egy könnyű történet óvodásokkal ugye átgyalogolni a félvároson, vagy ha még akik közelebb is vannak azoknak is, és ugye ez a maga a mese, tehát ugye hogy a mesék háza óvoda plakátját láthatjuk itt az asztalon, tehát hogy a mese az milyen falsúlya van jelen az óvodai nevelésben manapság, tehát neked ezt tudom, hogy a szívügyed is, de hogy mennyire fontos a mese és a zene, tehát hogy milyen fókusz van itt mostanában ezen a két disziplinálni az óvodai nevelésben? Hogy másutt hogy történik, azt nem tudom, de hogy a Gödöllői óvoda és tagóvodáiban ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk, és erre szervezünk képzéseket is, ez elengedhetetlen, és erre különösen fókuszálunk. Ehhez adjuk, ezek azok az adalékok, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy megjön a kedve az óvónének furuljázni, megjön a kedve a gyermeknek mesét hallgatni, fellapozni a mesekönyvet, mesélni, hiszen a nagyok már 6-7 évesek már boldogan önállóan is mesélnek. Szóval, és egyben a kettőt, zenehallgatás és mese, hát ez talán a
tortán a ugye hab. Az élő zene varázsát, hát akkor az élő zene varázsa, akkor most meg Gordos Évira nézek akkor, és akkor őt kérdezném ettől arrafelé már a zenei kérdésekkel kapcsolatban. Az élő zene varázsa, hát hogy is állunk ennek a hollányunknak a zenei oldalával? Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, hiszen a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak már évtizedek óta ez egy nagyon fontos feladata, hogy a gyerekeket megtanítsuk szeretni a zenét, megismerjék a hangszereket, illetve koncertjáróká váljanak majd későbbiekben. Azt gondolom, hogy soha nem lehet korán kezdeni ezt az egészet, hogy a gyermekek meglássák a hangszereket. Ezért nagyon örültünk a kezdeményezésnek, és a művészeti vezetőnk Rácz Márton kiválasztott egy zenei művet, mégpedig Griegnek egy Lírikus darabok című zongora kötetét, 10 kötetből álló mű, és ebben nagyon, nagyon jópofa karakterdarabok vannak, rövidek, amik emészthetőek a óvis gyermekek számára, tehát ez nagyon fontos, hogy ne legyen hosszú és ne legyen fárasztó számukra. És ebből ő átírt egy fúvós ötösre, megkomponált egy kis művet, amit így a mesével, Csilla előadásában a mesével egy nagyon kis kompakt mű született meg. Pont annyi perc, amennyi egy gyereknek vállalható, pont annyi, ami élvezhető, szóval egy nagyon kis aranyos darab született. És milyen fúvós hangszerek szerepelnek benne? Ugye fúvós ötös, fúvós Igen. ötös, de hát azért nem biztos, hogy mindenkinek így megjelenik így a szemei előtt az, hogy milyen hangszerek is szerepelnek egy fúvós Igen, ötös. Rendhagyó egy kicsit, nem a klasszikus értelemben vett fúvós ötösre lett írva, aminek én nagyon örülök, mert én is játszom benne, mégpedig pikolózom. 2 fúvol, a 2 klarinét és 1 fagot szerepel ebben a fúvós ötösben, és ezzel a fúvós hangszereket mutatjuk meg a gyermekeknek, az óvozás gyermekeknek, és nagyon édesek, tehát amikor bemutatjuk a hangszereket, nagyon lelkesek, nagyon tetszik nekik, és látom a csillogást a szemükben, és mindig már nézem őket, hogy nagyon remélem, hogy majd pár év múlva ott lesznek a zeneiskolai felvételin, és fogom őket látni majd, hogy jönni akarnak fuvolázni, és ez amúgy sokszor elő szokott fordulni, hogy amikor a gyermek látja egy koncerten a hangszert, és megjegyzi, hogy az a fekete néni klarinétozott, akkor utána tényleg eljön egy pár év múlva, és zeneiskolába fog járni. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, az ilyen kezdeményezést. Hát amúgy is ugye a fúvola hangszer, a fúvola az egy nagyon népszerű hangszer, tehát ugye talán arra felvételiznek, hogy a zeneiskolában legtöbben fúvola, meg a zongora, ez a 2 sztár tanszakunk van, meg talán a gitár. De hogy ugye ezek az átíratok, meg ezt, hogy így hozzá karaktereket keresett Rácz Márton így a zenéhez, te hogy érzed így musikusként, hogyha valami rá van komponálva, tehát direkt vagy rá van írva egy zene egy mesére, hát akkor ugye az egy ilyen ábrázoló hangulatot tud teremteni, de hogy így mennyire sikerült így ezeket a kis karakterdarabokat úgy a mesével összeéleszteni, hogy ez úgy érződik, hogy ez odavaló, tehát hogy te mennyire látod ezt így szerencsére. Szerinted ez jól sikerült? Igen, szerintem nagyon. Tehát tényleg úgy hívják ezt, hogy zsáner témák, ami azt jelenti, hogy tényleg ilyen karaktereket mutat be röviden, tömören, a zene nyelvén, igazából Grieg, és nagyon sokan átírták, tehát van 2 gitárra, fuvola zongorára, tehát nagyon sok átírata van ezeknek, nagyon jó darabot írt Grieg, és tényleg nagyon jól el van találva, rövid, kedves, ütős, tehát hát igen, meg amúgy is akkor ez a skandináv régió, ugye ez az északi hatás, ugye együtt van a Grieg muzsikájával, Grieg meséjével, tehát hogy az ember akkor úgy érzi, hogy itt most összetalálkozott, aminek össze kellett találkoznia. Így milyen élmény nektek óvodába jársz, hogy azért ilyenkor a gyerekek egy kicsit azért zizegni is szoktak, meg figyelnek, vagy hogy látod, hogy mennyire ragadja meg őket ez a dolog, ugye szokni kell, tehát szokni kell a gyerekeknek is, szokni kell ezt, hogy figyeljenek, és a zenét értő fülekkel tudják hallgatni, erre bele kell nevelődni, tehát ez nem megy rögtön egyik pillanatra a másikra. Ez titeket, így zenészeket is hogy érint? Zavar, nem zavar, zajonganak, nem zajonganak, figyelnek, nem figyelnek? Én azt vallom, hogy attól még, hogyha a gyerek
esetleg mozog, vagy beszél, vagy nem ül végig egy koncertet, attól még biztos vagyok benne, egy hosszú távon ez a lelkének nagyon jó. Tehát a nevelés szempontjából azt gondolom, hogy a zene az örökérvényű, és igazán nagyon hasznos. Tehát nem baj, hogyha egy pici gyerek még nem tud nyugton ülni. Azt látjuk, hogy korosztályonként változik. Tehát minél idősebb egy gyermek, annál tovább bírja mozdulatlanul vagy csöndben. De láttam például az egyik koncerten egy kisfiút, aki végig hason feküdt. Nagyon cuki volt, és azon gondolkodtam, hogy attól még, hogy ő hason fekszik, biztos vagyok benne, hogy otthon az anyukájának el fogja mesélni, hogy mit látott és mit hallott. Szóval egy pici gyerekeknél azt gondolom, hogy nem probléma. És egyáltalán nem zavaró, sőt. Volt egy másik kisfiú, nagyon édes volt, kiszúrta magának a klarinétos kolléganőt, és végig vele beszélgetett. Elsősorban ült, és végig kacsingatott a klarinétos, és láttam, hogy kommunikál vele, tehát mint hogyha ketten lettek volna ott a koncerten, nagyon édesek, szóval nagyon örülök, hogy ez létrejött, azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog. Igen, igen. Hát ugye a zene közvetítésnek ugye ez a modern felfogása, hogy most már nem az, hogy üljünk csöndbe egyenesen, hanem minél inkább vonjuk be a gyerekeket, és minél inkább legyen az életük szerves része a zene. Hát nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és sok ilyet kívánok még így a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak, és a Gödöllői Óvoda képviseletével és Csillának is. Mesélj sokat, és sok zenével hallgassák a gyerekek. Nagy szeretettel köszöntöm következő vendégünket a stúdióban, Zombor Leventét. Szervusz! Sziasztok! Talamba ütőegyüttes képviseletében van itt Levi, és ugye te vagy az együttes vezetője, és egy remek koncertet ajánlasz itt kedves nézőknek. Méghozzá Horgas Eszterrel fogtok együtt muzsikálni, ha jól tudom. Mikor, mit, milyen témában, tehát mesélj nekünk erről, kérlek szépen. Hát igen, azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy 2013 tavaszán mutattuk be a Francia Szerelem című koncertünket Horgas Eszterrel. Van egy története is, hogy akkor egy rendezvényszerző vagy ilyen menedzser cégnél voltunk, és pont az Ó utcában mentem be a Mártához egyeztetni, és előtte száguldozott ki Horgas Eszter, ő is ennél a menedzser irodánál volt, és akkor mondta Márta, hogy Eszter most jött ki, és hogy nagy tervei vannak, hogy valamilyen francia impressionista koncertet szeretne összehozni, de ütősökkel, mi még akkor nem ismertük egymást. És akkor mondom, hogy hát ez nagyon érdekes, mert mondom, ütőegyüttes vagyunk, mint tudod, Márta. Úgyhogy megadta az Eszter számát, és én az Eszter saját ötletével felhívtam, hogy mit szólna Eszter, kedves művésznő, hogyha egy ilyen francia impressionista műsort állítanánk össze, úgyhogy egy szál fubala és egy ilyen hadosztály ütőhangszer. És azt mondta, hogy de érdekes, nekem is ez jutott eszembe. Szóval ez egy kicsit, eladtad neki az ötletét. Igen, egy kicsit, hogy egy kis sztori is legyen benne. Szóval tényleg itt mutattuk be egyébként 13-ban, tehát innestova 10 éve ez a műsor megy keresztbe kasba az országban. És ugye az elmúlt 10 év alatt nagyon sokat változott ez a műsor. Kerültek bele dolgok, kerültek ki belőle, tehát ahogy éreztük, hogy hogyan kell ezt, vagy hogy adja még jobb arcát ez a koncert, úgy alakult. És hát most már közel 100 koncerten vagyunk túl ezzel a műsorral, de ami újdonság, most december 20-án itt Gödöllőn a Művészetek Házában este 7 órától lesz hallható a legújabb verzió, és azért is legújabb, mert Somogyi Lili, egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Horgas Eszter kislányáról van szó, aki a Marton Évánál végzett a Zeneakadémián opera énekes szakon, és hát meghívtuk egy kicsit, nagyon jóban vagyunk vele, meghívtuk egy kicsit, hogy mi lenne, hogyha ő is benne lenne ebbe a kis közös muzsikálásba, ebbe a közös koncertezésbe, úgyhogy 3-4 számot hangszereltek is neki a fiúk, ugye Szita Miki és Grünwald Lacika. Gondolom, úgyhogy a Carmen biztos benne van. Benne van a Carmen, de nem az ének, tehát abban például ő nem lesz benne, úgyhogy nem árok el titkokat, el kell jönni december 20-án este 7 órára Gödöllőre a Műfházba, Művészetek Házába, és akkor meg lehet hallgatni. Egyébként erre a koncert azért az a brilliáns benne, meg az az egyedi, hogy ugye valakinek azt mondom, hogy fubola meg ütő együttes, akkor mindenki azt kérdezi, hogy úristen, nem nyomjátok-e? Nem vagytok sokkal hangosabbak, mint ő, meg nem? Szóval itt jön pont az a zsenialitás, ami a Talambá két hangszerelőjének a érdeme, hogy
hogy tényleg olyan zseniális hangszeréseket készítettek, hogy abszolút fejfej mellett vagyunk, pedig hát azért nyilván mi bőven el tudnánk őt hangerőben nyomni, hogyha arról lenne szó, de ez a zene maga arról szól, hogy teljesen össze vagyunk simulva, teljesen egyenrangú szerepet kap a fúvala, és ott mondom, tehát nagyon-nagyon sok ütőhangszer. Úgyhogy ajánlom, december 20. este 7. És hány órakor kezdődik a koncert? Este 7-től. Este 7-től. Kedves nézőknek, akiknek még nincsen erre a koncertre jegyük, feltétlen, de ez egy nagyon izgalmasnak tűnik, és számomra is ez egy nagyon érdekes. Eleve a francia impressionizmus ugye az eddig talán a legnépszerűbb zenei anyag a klasszikus zenetörténetnek. Hogy álltok a jegyeladással? Tehát van még jegy, vagy nehogy ajánlassuk azt a kiderült, hogy van még jegy, de egyébként lehet igyekezni, mert elég hamar el szoktak fogyni a jegyek. Még annyit mondanék, hogyha valakinek egyébként nem teljesen egyértelmű, hogy mi ez a francia impresszionizmus, és azért mondjuk néhány szerzőt, ugye Ravel, Debussy, aztán kicsit korább, vagy kicsit késő van Bizet, vagy korábban Bizet, a Saint-Saëns, én nagyon szeretem Erik Satit, ami egy kicsit későbbi francia szerző. Szóval ilyen nagyon érdekes, és hát természetesen a talambára jellemző meglepetésekre számíthatnak a... Remek programajánlóval érkeztél hozzánk, úgyhogy reméljük, hogy a gödöllői közönség is érzi ennek a húzását, és tele lesz a nagy terem a múzeába. Úgyhogy örülünk, hogy itt voltál nálunk, és nagyon köszönöm, várunk mindenkit december 20. A mai adásunk végére értünk, reméljük, hogy tudtunk önöknek olyan programokat ajánlani, amit szívesen elmennek, és meglátogatnak, és megtekintenek. Töltsék kellemesen és békésen a felkészülést az ünnepekre. Thank you.